Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon. A mai videóban folytatjuk a Bajnokok Ligája kupánkat. Ugye az előző mérkőzésen lejátszottuk a Légiavasó Real Madrid találkozót, amit itt jobb felső sarokban infóban meg tudtok tekinteni. Most pedig szépen haladunk is tovább. Megnézzük, ki lesz a másik döntő résztvevő. A Dortmund-Barcelona mérkőzésből fog kikerülni a győztes. Ahogy megszokhattátok, a szabályok a szokásosak, tehát három csomag első félidő, és három csomag második félidő, amelyik csomagban bármilyen Dortmund vagy Barcelona kötődésű játékos van, azonnal szerzett egy gólt az a csapat, és így megszerezve a vezetés, majd később a győzelmet, amivel bejuthat a döntőbe. Szerintem kezdjük is a mérkőzést. Azt mondja, hogy nyitunk egy ilyen PSV logó Messi párossal, majd Juventus, Légia, Tottenham, illetve egy Manchester City. Egyelőre semmi, egyik csapat részéről se. Még egy Tottenham. Azt mondja PSG, Arsenal, Lyon, és egy moszkvás kártya. Az első félidő utolsó lehetősége, hogy bármelyik csapat gólt szerezzen. Monaco logó, még Monaco játékos, Sevillások, Tottenham Hotspur, illetve Bázelesek. Tehát az első félidőben nem született döntés, megyünk is tovább. Bellarabi Lyonból, akarom mondani Leverkusenből, Bayern München, Napoli, Ludogorets és Besiktas. Nézzük a következő csomag, még egy Bellarabi, és még egy Münchenes, és itt a gól, itt van, Mark Bartra és Papastathopoulos góljával a Dortmund vezetés szerzett, két védőügye, így, tehát ők vezetnek, Dortmund. Mönchengladbach szelti, tehát semmi. Az utolsó lehetőség, hogy a Barcelona bejusson a döntőbe, vagy egyáltalán kiegyenlítsen a Dortmund el, mert most úgy néz ki, a Dortmund belehúzott. Ludogorets logó és mez. És itt a Barcelona gólja! Ivan Rakitic és André Gomez találatával a Barcelona kiegyenlített. Nézzük hát, ha még lesz a mérkőzésen valami. Nem, ezek már Benfica, Club Brugge, ezek már nem jók. Tehát úgy néz ki, egy-egy az állás, hosszabbítás lesz. Ahogy elnézem, itt nézzük a csomagokat, bontom a kártyákat, amint van egy játékos a tetején, aki vagy Dortmund, vagy Barcelona kötődésű, vagy logó, bármi, akkor az a csapat győzött. Nem nézzük tovább a pakkokat. Egyből. Egy ilyen Real Madrid gólos micsoda kártya. Jó néz ki, de nekünk nem kell. És itt van. Itt a találat. Aubameyang és Royce góljával a Dortmund bejutott a döntőbe. Kérem szépen, a Barcelona kiesett, a többit nem nézzük meg, ugye aranygólra játszották ezt a hosszabbítást, ahogy eddig megszokhattátok. Illetve itt van a Barcelona, sikerült nekik az utolsó pillanatokban kiegyenlíteni, de úgy néz ki, ez kevés volt, a Dortmund megnyerte az elődöntő csatát. Folytatjuk is a döntővel majd jövő hét szerdán. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. A kódokért cserébe nézzetek rá Instagramra, Facebookra. Köszönöm még egyszer. Sziasztok!